Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami az utolsó része az AliExpress-es, gyűrűs, ékszeres, mindenes haulnak. De még mielőtt belekezdenék, szeretném elmondani, hogy ez a hajszerkezet, ami a fejemen van, nem a saját hajam. Nem vágattam le, nem festettem vissza, ez egy paróka. És ezt csak azért szerettem volna letisztázni, mert amikor kiraktam az Insta story-mba, hogy így nézek ki a mai napon, konkrétan felrobbant a telefonom, és az egyik fele az üzenetküldőknek imádta, és nagyon tetszett neki, a másik fele viszont ki volt akadva, hogy én levágattam azt a gyönyörű szép hajam, és miért kellett befestetni, úgyhogy ezt szerettem volna letisztázni még így az elején, hogy ez egy paróka. És akkor ezután, hogy ezt tisztáztuk, itt van nálam az utolsó adag az ékszerekből, ami megérkezett. Nem tudom, hogy mennyinek kellett volna jönnie, 7 darab azt hiszem, ami itt van most nálam, és nem nagyon reménykedem már benne, hogy ha lett volna több, vagy kellett volna többnek lennie, akkor az megjött volna. Úgyhogy ez az utolsó rész, és gondolkoztam rajta, hogy mi legyen a következő, amiből csináljunk ilyen rendelős sorozatot, úgyhogy ezt a komment részlegbe írjátok le, és meglátom, hogy mit tehetek. Az első csomag, amit kibontok, az egy fülbevalós csomag, és őszintén megmondom, fogalmam nincs már, hogy miket rendeltem, úgyhogy tényleg minden meglepetés. Ebbe nem látom, hogy hány darab van benne. Káosz, kezdek pánikolni. 6 pár fülbevalónk van a csomagban. Tipikus kis bedugós, kövecskés fülbevaló. Tudjátok, hogy hogy állok a fülbevalókhoz, és hogy a fülem hogy áll a fülbevalókhoz, de ettől függetlenül be fogok tenni egyet, egy ilyen köztes méretet, mondjuk, legyen ez. Egyébként jól néz ki, nem túlságosan csillog, nem olyan, mintha, nem tudom, valami szép Swarovski kő lenne, vagy legalább egy szépen csiszolt bizsú, de ettől függetlenül egyébként még nézhet ki jól. A következő kis csomagunk az egy gyűrű lesz, úgyhogy a gyűrűimet, amik most rajtam vannak, azokat leveszem, és igen, nagyon jól megállapítottátok, hogy a gyűrűim nagy része az, amiket rendeltem Aliról, és amúgy tök jók, és nagyon szeretem őket. Úgyhogy, ha valamelyik tetszett nektek az előző videókból, akkor nyugodtan rendeljétek meg, mert tök megéri. Szóval gyűrű. Megint van hozzá kis bársony tatyi, és ezt nem értem, de ebben van egy fülbevaló, ami olyan pici, hogy látni nem lehet. Előbb kibontom ezt. Ez olyan ajándék lehet hozzá, vagy? Nem autofókuszos lencse van a gépen, úgyhogy nem tudom megmutatni, de valami iszonyatosan pici fülbevaló. Ezt tudjátok, a második lyukakban lenne jó, de hát az enyém az ugye nem működik túl jól. Fülbevalónak meg egyébként szerintem nagyon-nagyon picike. Méret 8-as. Nagyon jó. Hát, erre az egy ujjamra jó. Csinálni fogok nektek képeket, hogy lássátok kicsit közelebbről is őket. Egyébként nem csúnya, de valamiért olyan bumszli. És egyébként méreteiben a 8-as az még mindig túl nagy, úgyhogy ezt elrontottam, de következőleg majd remélem, hogy tudni fogom, hogy mi a méretem. Ezt hogy bontsam ki? Múltkor rám szólt valaki a komment részlegben, hogy miért snitzerrel bontom ki. És azért, mert sokkal egyszerűbb, sokkal tisztább, és egyszerűbb. Megint csak egy gyűrű. Wow. Méretében 7-es, de stílusában már most látom, hogy ez mellé ment ez a rendelés. De jó ég. Megnézed?
Hát ez az én hurkóujjamra jó lesz. Ezt annyira szeretném tudni egyébként, hogy milyen volt a képen, mert nem vagyok benne biztos, hogy ilyet én akartam rendelni. De ilyet rendelt? Te ezt mutattad nekem? Ezt? Igen. Hagyjál már. Esküszöm. Jól néz az ki? Csókolj a keresztapád. Ez ilyen. It's not my style. Egyébként ezen kicsit ferde is a kő, kicsit elcsúsztak a dolgok. Azon kívül szerintem ez a leggagyibb, amit eddig kibontottam, felpróbáltam. Na mindegy, folytassuk. Megint csak gyűrű. Reméltem egyébként, hogy lesz egy nyaklánc ebbe a kis pakba, mert nagyon hiányzik a nyakamból valami olyan semmilyen vagyok így, de ha jól láttam, akkor nem lesz nyakláncunk. Ó, két darab! És hetes! Ez az! Mi? Oh, ez úristen, de szép! Viszont, oké, ezt leveszem, elrakom. Ez a gyűrű, nem tudom, hogy, de ez a második. Tehát, hogy egy ilyet már mutattam nektek, ebbe 1000%-ig biztos vagyok. És mivel alulról jön minden, abban is biztos vagyok, hogy ez full ugyanaz. Csak egy kicsit ez grafitosabb talán. De ez, ez nagyon szép. Ez rendesen jól néz ki. Tök szépen vannak a kövek is belerakva, és a nagy kő is nagyon szép. Júj. Csillog vajon? Ezt leveszem, mert ezt úgy is láttátok már. Ez nagyon szép. Nagyon kis szolíd, egyenes is benne a kő, ha jól látom. Talán egy nagyon picit el van csúszva, de azt meg se lehet mondani. Ezt meg felrakom mondjuk. Most akkor, hogy eljegyeztem magam, folytatom tovább. Gyűrű, ez fülbevaló, nézzük ezt. Egyébként nem fáj a fülem, lehet, hogy ez egy jó kör volt. 7,25-ös a gyűrű. Wow, micsoda részletes méretezések. Wow! Ez nem rossz egyébként. Hova fog ez felmenni? Pont jó a középső ujjamra, mind a kettőre. Ez szép! Nem tudom, hogy onnan mennyire lehet látni, de majd... Ez nem rossz. Nézd meg! Ez rendes szép, meg ez is amúgy. Aha. Van egy olyan csomagunk, amire az van írva, hogy népszerű dísz. Popular ornament. És erről elképzelésem sincs, hogy mi lehet. Mint egy nyilván ide tartozik, csak nem tudom, hogy milyen dísz. Aha, fülbevaló dísz. Ez nagyon csúnya. Az a baj egyébként, hogy nagyon sok nem is az, amit eredetileg rendeltem. Ezen kívül, amikor ilyen rezes, aranyos valamiket küldenek, amikor fix, hogy nem rendeltem aranyat, mert utálom az aranyat, és ilyen nagyon gagyin vannak rajta a kövek is. Milyen lenne? Nagyon jó lenne. Jó lenne? Nem. Köszönöm szépen, részt vettem ebben a videóban. Bármikor, kicsikém. Ezt nem is fogom berakni, és egyébként szerintem ezt így, ahogy van, el is engedem. Nem is egyforma egyébként a két fülbevaló, és egyébként is olyan nem csillog, nem szép a színe, tehát egy innentől. És az utolsó, úristen, ez egy nagyon drámai pillanat. Az utolsó csomag. Ezzel most itt lezárul egy korszak. Milyen csini kis holó izébe van, csomagocskában. Csomagnak mondjuk elég túlzás nevezni ezt a műanyag tatyit. És az utolsó egy szép, nem hiszem el! Annyira be voltam pánikolva, hogy az utolsó darab egy nagyon undorító valami lesz, mint ez. És nem, szerintem, mekkora
ez méret, nincsen rajta méret, miért nincs rajta méret? Hát, ez ilyen, erre az ujjamra, szóval, hogy a középső ujjamra pont jó, és ez nagyon szép, de jó. Class, you better take out the trash, you better make this last, you better chase this cash. I whoop your ass if you get in that girl Ebony pregnant. I whoop your ass if you act. Megmerem kockáztatni egyébként, hogy ez a legszebb az összes közül. Szinte. Ez azért egy jó kör volt. Igazából ez egy kicsit olyan bumszi. Ez a fülbe való egyébként tök rendben van. Tehát mindjárt megnézem, hogy a nagyobb méretek hogy állnának. Berakom most a legnagyobbat, csak hogy csekkoljunk. Az a baj. Nem látom a kijelzőn, úgyhogy innen kell csekkoljak. Ó, ez nagyon nagy. Ez nem tetszik, ez már túl. Megnézzük még az egyen kisebbet. Ez szerintem jó, ilyen fülbevalót hordtam, úgyhogy szerintem ez jó. Valamiért a fülbevalókat mindig elfelejtem. Ez, ez a hajhoz is milyen jól áll. Ez így pont erre van. Úgyhogy összességében megint egy jó kört zártunk szerintem. Ezt nem értem egyébként, hogy ebből miért van még egy. Biztos, hogy nem rendeltem ugyanabból kettőt. És ez egy kicsit félrement, meg ez a fülbevaló. De ettől függetlenül egyébként örülök, biztosan fogom ezeket is használni, úgyhogy mindenki nyugi, hogyha látjátok az Insta képeimen, akkor igen, ezek azok. És hogyha szeretnétek, hogy folytassuk ezt a kis AliExpress-es kalandot együtt, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot erre a videóra, és írjátok meg kommentbe, hogy mit rendeljek következőleg. És ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen kövessetek Instán is, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!